Amikor ilyen rendkívüli állapot áll elő, mint az elmúlt időszakban a Covid, az asszály, a háború és egyéb olyan nehezítő körülmények, amik a szabályozásban megjelentek, akkor arra úgy felkészülni, hogy egyik évről a másikra teljesen kiegyenlítse valamiféle intézkedés sorozat ezeket a csapásokat nem lehet. Az látszik, hogy nincs annyi tartalék a magyar agráriumban, hogy akár a gazdálkodó, ugye a klasszikus példa az volt, hogy egy év a határba, egy a padláson, egy a bankba, tehát ez most nincs meg. A magyar agrárium a nemzetközi, a globalizált piacon kell, hogy megmérettesse magát, tehát ha a versenyképességről vagy hatékonyságról beszélünk, akkor nekünk nem a magyar, a bolgár, vagy a kelet-európai, közép-kelet-ázsiai gazdaságokkal kell mérni magunkat, hanem a legkorszerűbb nyugat-európaiakkal. És itt könyörtelen verseny folyik, hogyha ebben a versenyben mi meg akarunk élni, akkor a legkorszerűbb beljárások, a legjobb technológia és a humán háttér a munkaerő és az irányítás legjobb embereinek kell, hogy közreműködjenek benne. Nagyon nehéz helyzetben van a magyar agrárium, mert a komplexitás. Az egyes ágazatukban az nincs olyan szinten, ami ezt a nemzetközi versenyképességet egyértelműen biztosítaná. 24-28 között olyan támogatásokat, illetve olyan pénzügyi forrásokat tudunk beépíteni a magyar mezőgazdaságba, amit nagy hiba lenne, ha nem a komplexitás, a célirányos és a piaci igények legmagasabb szintű kielégítése vezérelne. 2004-ben, mikor csatlakoztunk az Unióhoz, akkor mintegy 216-218 ezer terület alapú támogatásra jogosult gazdálkodó volt, most ez 150 ezer körül van, tehát önmagában ez a szám is azt jelzi, hogy a mérethatékonyság az könyörtelenül érvényesül a gazdálkodási versenyben. Nagyon fontosnak tartom, hogy két vagy három olyan tényezőt, amit eddig nem vettünk olyan súlyjal figyelembe, a későbbiek során sokkal nagyobb súlyjal legyen. Ez a talajművelés az egyik. A víz, vizet megtartó, nem pazarló talajművelési rendszerek kötelező ajánlott bevezetés. A másik, ami a technológia folyamata. Ha a kormány által meghirdetett támogatási nagyságrendet nézzük a 2024-28-as időszakra, akkor azt kell mondjam, hogy annak elégnek kell lennie egy olyan az előbb már említett komplex fejlesztésre, ahol ugye az, az alapanyag termesztéstől a készáru előállításig, a piacképes áruig biztosítani tudjuk az ellátást, arra ennek a pénznek elégnek kell lenni. Én abba bízom tehát, hogy a 24-28-as időszakban a, főleg az élelmiszeripar fejlesztése, akinek integrálni is kell bizonyos tekintetben a termelést, olyan szintű lesz, hogy Európában meg a világban is versenyképes lesz, és akkor ez az egyik legsúlyosabb eddigi gondunkat megoldja. Én Vallom azt a szemléletet, hogy egy hosszabb távú fejlesztés stratégia nélkül rémálom, stratégiával megállom. A következő négy-öt évre azokat a főcsapás irányokat, kormányzati és ágazati szinten, ami az egyes fejlesztési irányokat, piaci elhelyezhetőség, versenyképesség, hatékonyság szempontjainak figyelembevételemet kialakítanak, azt jó rögzíteni, hogy az álmaink mentén a konkrét végrehajtás mi legyen. És én úgy hiszem, hogy ezek a stratégiák most beleépülnek ebbe a 4 éves fejlesztési programba, akkor meg fogjuk tudni valósítani. A legnagyobb értéke ma Magyarországnak a termőföldje. Tudomásul kell vennünk, hogy nekünk nem a kelet-európai, hanem a legfejlettebb nyugat-európai rendszerekkel kell versenyeznünk, és elengedhetetlen a, a hozzárendelt kutatóbázis kiépítése, az oktatókapacitás emelése. Nekünk ehhez a földhöz itthon kell megtermelni a vagy kioktatni az utódainkat, és itthon kell neki dolgozni a későbbiekben is. Nagyon fontos elemeket kell beépíteni a finanszírozásba, mert a finanszírozással tudom kikényszeríteni a fejlesztéseknél azt a védelmet, azt a környezet, víz, levegő, földvédelmet, ami elengedhetetlen, hogy unokáink is ilyen szinten tudjanak gazdálkodni.